Nos, akkor köszöntöm a közönséget. Jelen előadásomban van lézerem. Tehát jelen előadásomban a 2009 novemberi Meteo cikkemre szeretnék reflektálni, ezt akarom továbbfejleszteni. Mint ahogy a címe is mutatja, nagy látszó átmérő csillaghalmazokról van szó ebben az előadásomban is, ahogy a cikkemben is. Igazából ezekről szeretnék mondani néhány szót, adatokkal, számításokkal, képekkel, egyebekkel alátámasztva. Amit még az elején el szeretnék mondani, az, hogy nem terjed ki teljesen a teljesség voltra a figyelmemet. Egyrészt azért, mert nem tudtam a déli féltekéről észlelni, tehát így a déli égboltnak a halmazai kimaradtak. Másrészt voltak olyan halmazok, amikről vagy nagyon megbízhatatlan adatokat találtam, vagy egyáltalán nem találtam túl sok adatot, vagy csak annyit találtam, hogy van, de olyan túl konkrét adatot, hogy igazából bekerülhessen ebbe a prezentációba, nem rendelkezett annyi adattal. Például ilyen volt az Arcturus csoport, vagy Arcturus mozgóhalmaz, kb. 52 csillag tartozik ebbe a csoportba. Ezeknek a tagoknak a vasaránya napban mérhetőnek kb. 20%-a lehet, tehát feltételezhető, hogy ez egy bekebelezett galaxisnak a maradványa. És még voltak bizonyos halmazok, amikről nem találtam elég megbízható adatokat. Ahogy már az elején mondtam, különböző adatokkal támasztom ezt az előadásomat alá. Az esetek túlnyomó többségében a halmazokról nem találtam tényleges méreteket, tehát hogy most ez a halmaz hány fényév átmérő, csak nagyon kevés esetben az ilyen ismertem nyílt halmazoknál, mint mondjuk a Plejádok. Ezért azt csináltam, hogy trigonometrikusan kiszámítottam a halmazoknak a méreteit. Ezt úgy csináltam, hogy a távolságot megszoroztam a tangenslátszó átmérővel, tehát dészel tangensel. Tehát itt a egyenlőszálú háromszögnek a befogója, ez reprezentálna a halmaz méretét, átmérőjét. A D a távolságot, az A pedig a tőlünk látható méretét ívpercben vagy fokban. Tehát végül is a háromszögnek ennek a csúcsában a Föld helyezkedik el. Hogyha nézzünk egy példát, hogyha 300 fényév távolságra van tőlünk egy halmaz, és a látszó átmérője 20 ívperc, tehát egy halmat fok, akkor azt csináljuk, hogy a 300 fényévet megszorozzuk tangens 0,333-mal, így kijön egy 1,74 fényéves átmérő. Viszont aki elég szemfüles, meg úgy ért is a matekhoz, nem úgy, mint én, akkor azt tudja, hogy valójában ennek a háromszögnek a felét kéne használni, ezt itt. De igazából a két számítási mód között, tehát a helyes számítási mód között, például az, hogy kétszer a 300-szor tangens egyharmadnak a fele, valamint a 300-szor tangens egyharmad között nincsen igazából olyan szignifikáns különbség, tehát hiba határon belül van. Tehát gyakorlatilag a két számítási eredmény közötti különbség elhanyagolható. Tehát ezek alapján a látszó átmérők alapján csináltam meg ezeknek a halmazatok méreteit. Nem mondom, hogy 100%-osan megbízhatóak, de egy bizonyos jó alapként szolgálnak. Igazából a halmazoknak a magterületeire vonatkoznak inkább ezek az adatok. Elsőként nézzük a Melotkuszot a Perseusban. Ez az Alfa Persei halmaz. Itt látható az Alfa Persei, szép fehéren. Ez a halmaz kb. 50-70 millió éves. A 185 ívperces átmérőjéhez, valamint a 600 fényéves távolságához így a számítások szerint 32 fényéves méret tartozik. Itt egy kicsit közelebbi képen, ezek egyébként DSS képek, amiket ebbe a prezentációba raktam. A rajzomon pedig így szerepel, körülbelül 3-4 órás rajz, a tájolása az egésznek ugyanolyan, tehát itt az Alfa Persei. Hát öröm volt rajzolni. A következő a Melot 186 az Ophiuchusban. Ezen a területen helyezkedik el, hogyha kicsit jobban ránagyítunk, akkor itt már jobban látszik, valamint látszik az IC 4665-ös halmaz is.
és csak egy mostani információ alapján derült ki számomra, hogy a Mellos 186-nak a tagjai viszonylag halványak. Tehát az itt látható fényes csillagok közül azt hiszem csupán egy-két csillag tagja ennek a halmaznak. Viszont ugyanolyan távolságban helyezkedik el, mint a 45-65-ös halmaz, tehát 1400 fényévre, így valószínűsíthető, hogy ezek ugyanabból az anyagból születtek, és hogy fizikai kapcsolat áll közöttük. Az IC 45-ös egyébként méretre 18,5 fényév átmérőjű. Ha egy kicsit tovább megyünk a Skorpióban, akkor láthatjuk a hamis üstökös nevű halmaz komplexumot. Hát a nevét onnan kapta, hogy a üstökösnek a fejét ez a csillag 3-as, valamint a azt hiszem 62-31-es nyílt halmaz reprezentálja. Valamint ahogy megyünk fokozatosan egyre inkább a csóva felé, úgy szélesedik, valamint halványodik ez a halmaz együttes. Itt látható a Corinda 316-os, valamint a 62-81-es nyílt halmaz. A DSS képen így szerepel. A 62-81-es halmaznak a mérete 200 perc. 1600 fényévre helyezkedik el tőlünk, és 92 fényév az átmérője, míg a Corinda 316 fele olyan, fele akkora, 100 perces, viszont 3260 fényév távolságra helyezkedik el tőlünk, tehát elég messze, és 47 fényév az átmérője. Itt pedig a krétán készült rajzomon így fest a hamis üstökös, tehát itt a csillag 3-as, a 62-81, a 3-16 és a 62-31 és 62-81-es halmaz. Aztán, hogyha már a Skorpióban vagyunk, akkor említsük meg az Antares mozgó halmazt, a Corinda 302-est. Más neve Felső Scorpius, de erre majd később visszatérek, hogy miért ez a neve. Kb. 500 perc méretű. Kora 5 millió év, ahogy a neve is mutatja, az Antares is tagja, és egy nagyobb egésznek a részhalmaza ez, a Scorpio Centaur asszociációnak, mely mind a kettő, tehát az a kicsi is, és annak is egy OB asszociáció, és így néz ki egy szép fotón, vagy hát képen, itt pedig a DSS képen. Hát a méretre 88 fény év jött ki a számítások alapján. Itt egy kicsi közelebbi kép. Hát itt a sötét felhők vannak így kicsit középpontban, tehát ezek is ábrázolva vannak. Itt. Valami szépen látható az M4-es gömbhalmaz is. Aztán, hogyha tovább megyünk, akkor itt van a Scorpio Centaur asszociáció. Ez a Scorpiótól egészen a déli keresztjéig tartozó csillagokat foglalja magában, szinte az összeset. Ez hozzánk egyik legközelebb ilyen OB asszociáció. És ahogy már mondtam, három alhalmazból épül fel. Az első a felső Scorpius, ami 5 millió éves, valamint a másik kettő a felső Centaurus lupus és az alsó Centaurus crux, ezek 15 millió évesek. Ennek a halmaznak a távolsága tőlünk 500 fényév, és közel 90 fok átmérő, tehát hatalmas nagy, 5400 perc. És ahogy mondtam, ezeknek a csillagképeknek a csillagai mind beleértve, mind tagja a halmaznak, az Antares is beleértve. Több 115 naptömegnél nagyobb csillagot tartalmaz, és összesen a tagjainak száma 1000-1200. Valamint, amit még mondani kell róla, hogy 4 millió év egy heves csillag keletkezés indult be itt. Innen 20 km per szekundummal áramlik felénk egy anyagfelhő, lokális csillagközi felhő, azt hiszem loop 1, ami kb. 30 fényév átmérőjű. Itt látható a DSS képen, erre a három részhalmazra felosztva, ugyebár itt láthatjuk a Skorpiót szépen, itt a Centaurusnak a felső részét, az alsó részét, valamint itt a déli keresztjét. Ha egy kicsit tovább megyünk a Puppisba, akkor itt találhatjuk a Corinda 173-at. Ezt krétán le akartam volna észlelni, de valamiért mégsem esett bele az észlelendő objektumok közé. 370 perc a látszó átmérője. A távolsága tőlünk 1370 fényév, és a méretre 148 fényév jött ki. Hát sajnos azon nincsen róla. Aztán itt a Colinder 70-es, az Orion övé, úgymond. Ebbe a klasszikus három csillagon
kívül még tartozik néhány egyéb csillag, például a Rigel, a Kappa Sigma Eta Lambda Orionis is, tehát így összesen 600 éjperces méreten terül ez a halmaz, 1400 fényév az átmérője, és a méretre 700 fényév jött ki. Itt róla egy közelebbi kép. Itt már szépen látszik a lófejkül is, úgy bár. Ha éjszakabbra megyünk, a Taurusba, akkor itt találjuk a Kolinder 65-öt. Egy kicsit hiádokra hajaz megjelenésében ez a halmaz. 200 évperces a mérete, távolság 1400, míg a mérete 88 fényév. Nem tűnik egy rossz halmaznak. Valamint a bika fejében a két szalva között is található egy halmaz, a Plateis 4, amely kissé halványabb halmaz, viszont méretre ez is elég nagy, 200 évperces, távolsága 900, míg a mérete 50 fényév. Hát ahogy előbb is mondtam, egy kicsit halványka. De ez a két halmaz már nem. És azt hiszem, ezeket nem is nagyon kell most így bemutatnom, hogy melyik. De kezdjük a Plejádokkal, az M45-tel. Ennek a kora 120 millió év, és még kb. 250 millió éve van neki hátra, amíg szépen oszlik. A távolsága kb. 400 fényév, kb. 1000 tagos számlál, kb. 800 naptömegnyi a tömege, és kb. 110 év lesz a területe. Magának a sugara 10, míg a külső területének 40 fényév az átmérője. Szinte nincs olyan ókori kultúr, ami nem ismerte volna ezt a halmazt. Tehát az Ószövetség is három helyen megemlíti. Hésziódosz is a Munkák és Napok című művében, valamint Odüsszeusz is az Odüsszeia és az Iliászban. A görög mitológiában a szabad szemmel látható csillagokat nevezték hét nővérnek, Atlasz és Pleioné lányainak. A hiádok féltestvére voltak, őket üldözte Orion, a vadász, de Zeus galambokká változtatta őket, és így megmenekülhettek. A maurok és az ausztrálok is ismerik, Matarikinek hívják, a perzsák Parvennek, de millió kultúrában volt ez ismerős, kínai, maja, aszték, Sziú, Cseroki kultúrában. Magyar mondákban is szerepel, ugye csillag, piastyúk néven, és a japánoknál ennek a halmaznak a neve a Subaru, ami az autógyárnak a logóján is szerepel. És az a Plejádok mozgási halmaz is, tehát az Orion északi része felé mozognak, közben távolodnak tőlünk, tehát látszólag egy ilyen összetartó mozgást végeznek. Viszonylag fiatal, 115 millió évével, a szabad szemmel láthatók tagjai B6, B8 színkép típusúak, fehér óriás csillagok, és több száz lényegesen halmányabb halmaztag is létezik ebben a halmazban. Sok hirtelen kifényesedésű flare csillaggal, valami sok barna törpével is. Ennek a köre egy porfelhő, amit a csillagfény világít be, és ez a felhő nem ugyanakkor keletkezett, mint maga a halmaz, tehát csak később ilyenben rohant bele a fiastyúk ebbe a porfelhőbe. Itt látszik szépen a DSS képen és a rajzomon. Aztán folytatjuk a hiádokkal. Ez egy kb. 150 fényév távolságával az egyik legközelebb eső csillaghalmaz hozzánk. Ennek a központjának kiterjedése 14 fényév, de a külső területeivel összesen kb. 80 fényév a mérete. És a csillag, hogy a betelgőztőre kisé éjszakra található pont felé vándorolnak. Maga az Aldebarán nem tartozik ehhez a halmazhoz, mivel kb. Fele olyan távol helyezkedik el, és kb. 300-400 tagja van. Kora 790 millió év. Ez a nyílt halmaz is ismert az ősidők óta, mivel szabad szemmel is látható. Időszámítás előtt 750 körül már Homérosz is említést tesz róla, időszámításunk előtt 700-tán Hésziodosz is. Azt hiszem, hogy az Iliászban, vagy az Odüsszeuszban is szerepel. Első katalogizálását valószínűleg Giovanni Battista Hodierna végezte el 1645-ben, és a 17.-18. századi csillagatlaszokban, térképekben már szerepel. Itt látható a DSS képen, valamint a binokulárral készített több látómezős rajzomon. Aztán, ha még tovább megyünk, akkor eljutunk a Jászóhoz, az M44-hez, a rák csillagkőben. Ez egy 700 millió éves halmaz,
és mivel kora és mozgása hasonló a hiádokkal, ezért azt nyitják, hogy ugyanabból az ősi anyagból születtek. Ennek a távolsága tőlünk 577 fényév, és a 95 i-perces látszó átmérőjéhez 16 fényéves valódi átmérő tartozik. Aztán még tovább megyünk az Ulsanmajorba, akkor itt találhatjuk a Látisev 2 mozgó halmazt. Piros körökkel jelöl magát a tagjait, tehát a 81-84-86 umát, valamint 3 HD számozással ellátott csillagát. Sajnos erről pontos adatokat nem nagyon találtam. Kiterjedése ez 300 perces. És ha már az UMA-ban vagyunk, akkor eljutottunk a legnagyobb látszó átmérő halmazig az égbolton, az Ulsanmajor mozgó halmazig. Másik nem egy Konindel 285. A magja gyakorlatilag a göncöl összekér, két kivétellel az alfa és az éta Ulsanmajoris, tehát a Dabha és az AK-it. Ennek a távolsága tőlünk 80 fényév, és a magjától, mint a külső területét tekintve 18-30 fényév az átmérője, kora 500 millió év. Ennek a tagjai a nyilas irányába mozognak. A fő csillagai ugyebár, hogy le vannak írva az Epsilon, Zeta, Beta, Gamma, Delta, 80-78 és 30 étuma, valamint 4 HD számozású csillag, de ezeket most nem sorolom fel. Ahogy ezeket sem, mert ezek mind a haló csillagai a halmaznak, de például itt van az Alpha Corona Borealis, aztán a Beta Serpentis, Beta Auriga, de található csillaga a Pixisben, a déli háromszögben, a Sculptorban, valahol a Sextansban is van. Itt tehát eléggé szét van terjedve az égboltunkon. Napunk nem tagja, mivel 10-szer öregebb a halmaznál, és csak az utóbbi pár száz millió évben közelítettük meg ezt a halmazt, ahogy a Sirius sem tag, mivel ő pedig túl fiatal ehhez a halmazhoz képest. Hát itt néhány hangulatképet szúrtam be már így a vége felé. Viszonylag azért úgy halmazszerű ez az egész csillagkép, hogyha nem nézzük azt, hogy a alfa és az éta nem tagjai a halmaznak. És majd még egy kicsit a koma halmazhoz is visszatérek a későbbében ehhez az Ulsanmajor halmazhoz. Ez egy kicsit piszkéstetős feelingű kép. Az utolsó halmazunk pedig a Melos 111-es, a koma halmaz. Ennek a távolsága tőlünk 280 fényév. Kb. 40 darab 5-10 magnitúdos csillagot tartalmaz, kora 450 millió év. Ezzel a halmazzal kb. Együtt haladunk. Az ókorban ez volt a Leónak a farka, de a halmai Ptolemaiosz javaslatára ezt átnevezték, egy egyiptom királynő emlékére. Itt láthatjuk a DSS képen, valamint a rajzumon, bár eléggé kitölti a látómezőt, tehát elvesztette a halmaz jellegét. És itt pedig egy kicsit visszatérek az Ulsanmajor mozgó halmazra is, mert hogyha kicsit úgy megnézzük ezt a kettőt, ezt a két halmazt, amely szerepel ezen a képen, a Zuma és a Koma halmaz, és ha belegondolok abba, hogy ennek a két halmaznak a távolságában 200 fényéves különbség van, akkor gyakorlatilag szemüveg nélkül is egy elég 3D-s élményhez juthatunk hozzá, és ez számomra elég nagy észlelési élmény volt az évek során, tehát hogy rádöbbentem arra, hogy most itt 200 fényéves távolság van a szemeim előtt ennek a két halmaznak a köszönhetően. És ugye a vége felé, hát van esetleg kérdése valakinek? Ha nincs, akkor köszönöm a megjelenést és a figyelmet.